Pár kilométerre vagyunk a magyar határtól, azonban most már az osztrák oldalon megszámolhatatlan mennyiségű menekültet gyűjtöttek itt össze, közel Nikkelsdorfhoz, megbecsülve körülbelül 4-5 ezeren biztos, hogy vannak ők. Valószínű ők azok, akik még Baranyából, illetve a horvát határtól magyar részéről hoztak ide vonatokkal, buszokkal, hogy innen hova mennek, az még egyelőre nem tisztázott. Nagyjából három helyre különíthető el ez a rész, vannak, akik éppen megérkeztek, ők egyelőre várakoznak, egy lassú sorban haladnak előrefele, ahol van egy hangárszerű épület, ott ételosztás folyik, ugyanígy lassan hömpölyög a sor, de biztos, hogy mindenki időves ételzés italhoz fog jutni. Pár száz méterrel odébb taxisok várnak, valószínű a menekültek dönthetnek arról, hogy buszra szállnak, és elviszik őket, vagy pedig tovább újabb eurókhoz nyúlnak, és taxival folytatják az útjukat. Valóban hihetetlen tömeg gyűlt össze, ennek kellene mégis, mint a minden, sokkal könnyebben működne, mint korábbi határállomásokon, akár Magyarországon is. Egyelőre mindenki nyugodt, pár embert megkérdeztünk, nem igazán tudják, hogy hova fog vezetni az útjuk, legtöbben úgy tudják, hogy Bécsbe viszik őket, sokan viszont ehelyett Németországba szeretnének menni. Látszik, mindenki igyekszik a menekültek segítségére sietni, itt például a osztrák tévét láthatjuk, ahol a közvetítő kocsijukat gyakorlatilag megszállták a menekültek, telefont töltenek rajta. A rend egyik kulcsa valószínű az, hogy minden szervezetten működik. Gyakorlatilag szintenkre van osztva a menekültek érkezése. Itt a második szint látható, ahol ételzés, italhoz juttatják őket. Többféle szervezet dolgozik itt együtt egyszerre, polgárőrök, rendőrök, és az ételt leginkább önkéntesek osztják. A tömeg egyébként látható, hogy országról országra adnak, egyre nehezebben viselik a várakozást. Ez itt az osztrák oldalon is látszik, egy kisebb tömeg gyülekezett fel, a különbözők nem engednek tovább. Nem igazán ugyanaz az ülősztrájk, mint Magyarországon, de itt is egyre többen adnak hangot a nem tetszésüknek. Pontosan itt van előttünk az a kordon, ami utoljára megállítja az osztrák részen a menekülteket. Gyakorlatilag 2-3 embert engednek egy percenként el, mindenféle regisztráció nélkül. Egyesek taxiba szállnak, mások Isten tudja merre mennek tovább. Az biztos, hogy innen úgy tűnik, hogy a hatóságok már nem követik a sorsukat ezek után.